első alkalommal rendeztek Székesfehérváron erőemelő versenyt, ami azonnal a másodosztályú országos bajnokság volt. Szombaton a férfi, vasárnap pedig a női versenyzők bizonyították képességeiket a Kettler szervezésében, a Deák szakképző torna termében. Fekvenyomás, guggolás, felhúzás, az erőemelés három kihívása. Ezekben mérhették össze tudásukat a hétvégén az ország minden tájáról érkezett sportolók. A bajnokság második napján a hölgyeké volt a főszerep. Az erőemelés bármilyen furcsának is tűnik első hallásra, legalább olyan népszerű a női, mint a férfi versenyzők körében. A fehérvári helyszín most debütált, és már igen népszerűnek bizonyult. 31 néhány klubnak több mint 100 versenyzője van jelen. Ez nagyon jó létszám. Tudnék, egy nap úgy normál körülmények között egy 40 versenyzőt lehet leversenyeztetni erőemelésben, és hát így bőven túlléptük ezt a számot. Legközelebb, ha ilyen jól fejlődik a sportágnak a népszerűség, akkor valószínűleg háromnapos verseny lesz. Székesfehérvár számára is fontos, hogy egy újabb sportág bázisa lehet. Nagyon sok olyan alkalmas terünk van, sportolása is, amely alkalmas országos bajnokság rendezésére. Örülök, hogy most itt a Deák szakgimnázium tornatermében, amit néhány éve újított fel, az önkormányzat adhatunk ennek otthont, és remélem, hogy két nap során nagyon jól érzik magukat a versenyzők. A Kettler Gym fehérvári edzőtermének szakmai vezetője szerint fontos, hogy minél több sportágban megmutassák magukat, ennek eredménye a hétvégi program is. Sokan mennek sokféle versenyre, én azt gondolom, ez az erősport egy nagyon jó, izgalmas, és ahogyha a nézők fogják, a nézők biztosan látják majd a hangulatot. Ami a nagyon nagy érdekesség ezeknek a versenyeknek, hogy itt mindenki szurkol mindenkinek. Itt hiába ellenfelek, úgymond a versenyzők, még a versenyzők is buzdítják egymást, hogy tudják kinyomni, tudjanak felállni a súllyal, és azt gondolom, hogy a legjobb, amit a sporttól kaphatunk, hogyha megtapasztaljuk ezt a közösségérzést, ezt az együtt létezést. Renáta 15 éves versenyúszói múltját cserélte fel erre a sportágra, amelyet tavaly nyár óta űz. 40 kilóval fogok kezdeni, az lesz a kezdő, 42 a következő, és ha minden jól megy, 45 a harmadik fogás. Az erőművek eset színeiben érkezett Rita, aki 3 éve kezdte az erőemelést. Én egy 350 kilós összetetre hajtok most, ebből már megvan a guggolásom, 132,5 kiló, úgyhogy még a nyomásom van hátra, ami sajnos nem a legjobb, ott egy ilyen 60-65 kiló az, amit várok magamtól, felhúzni szeretnék 160-at, illetve nem szeretnék fogok. S hogy mi a legfontosabb cél, amit a szövetség és a versenyzők megfogalmaztak? A népszerűség megtartása mellett az, hogy olimpiai sportág legyen az erőemelés.